Üdvözlök mindenkit! Íme az utolsó unboxing videó, amit ígértem ugye az elmélkedő videóban. Tehát ez még meg lehet tekinteni Magyarországon, legalábbis egy darabig. Na, aztán ugye utána többet már nem lehet. Egy videó cseh. Na, ez pedig nem más, mint egy okos óra. Mert buta óránk már van, de még okos óránk nincs. Igaz, nekem már volt okos órám, de hát az még az ilyen nyomógombos kombináció volt, úgyhogy az közel nem ez a kategória volt még. Hát ilyen a doboza, igazából jó, hogy már felbontottam. Még nem nyitottam ki, csak úgy, hogy ne kell itt vagdalni. Hát a doboz alapján kéne megvenni, akkor nem venném meg, az biztos. Amúgy Made in China, tehát ezt a GearBest-ről rendeltem, aztán mindegy, kínai, ennyi. Figyelj, most nehogy már egy ilyen Samsung Gear, meg ilyen Apple szarokat vegyek, hát nem szórakozzunk ma. Na nézzük meg, szedjük is szét már, jön is. Gyerekek, de szép, gyerekek! Nagyon jól néz. Látszik, hogy minőségi. Amúgy van egy története, mert ugye szeretek történeteket mesélni, főleg ilyen érdekes dolgokról, mint például ezt Magyarországon rendeltem meg, van az olcsóság.hu nevű oldal, és most igazából csak azért mondom el a videóban, mert szemtelenek voltak velem. Tehát van az olcsóság.hu weboldal, ahol itt ezt az órát meg lehetett rendelni. Én meg is rendeltem, kártyával fizettem ugye, ami azt jelenti, hogy egyből levonja a pénzt, mert azt írta, hogy ugye elérhető a termék. Tehát semmilyen, hogy kérdezze meg az ügyfelünket, vagy az ügyintézőt, vagy valami, tehát semmilyen. Megrendeltem, rá két nap múlva egyszer csak jön az értesítő, hogy önnek pénzvisszatérítése érkezik hamarosan. Mondom, mi a fene rá, hogy az olcsóság.hu-tól ugye. Aztán rájuk írok, Facebookon is írtam nekik, de ott ugye Facebookon általában ilyen boltok nem igen foglalkoznak a vásárlókkal, de e-mailt is írtam nekik a megfelelő helyre, hogy hát mi a fene ez, hogy csak úgy szó nélkül visszautalják a pénzt, meg hogy semmi indok, meg valami ilyesmi, és elmondom neked, azóta se jött válasz, úgyhogy ezt az oldalt kerülni kell, mert lehet, hogy legközelebb már nem utalják vissza a pénzt, hanem egyszerűen csak nem foglalkoznak vele. Na, mindegy, érdekes. Vannak ilyen weboldal, pedig erről a weboldalról már rendeltem, és akkor érdekes módon mindenféle hiba nélkül megérkezett a cucc. De elmondom nektek, jobban is jártam, ugyanis azon a weboldalon majdnem 10.000 forint a drágább lett volna. Úgyhogy jobban jártam, hogy innen vettem meg. Én azt mondom emberek, hogy tényleg az a korszak van, hogy érdemesebb körülnézni, hogy mit vegyen az ember, hol vegye az ember föl. Tehát most azt, hogy Kínába érkezik, ők is onnét rendelik. Tehát ennek a boltnak az a lényeg, oda is van írva a boltnak is, hogy azok is onnét rendelnek igazából. Úgyhogy az, hogy most onnét rendelsz és a garancia miatt aggódsz, hát ugye benn van egy kicsi rizikó mindig ebbe, de hát próba cseresznye. Na, elég a dumából, vegyük ki ezt a dolgot. Aha. Ott van maga az óra. Nekem már most tetszik. Nem is olyan nehéz annyira. Szép a szíja is, szépen meg van csinálva, mintha bőr lenne. Ezt műbőr gondolom. Ez itt már fém. És ugye a klasszikus kerek forma ez. Többen kiemelték, néztem ugye jó pár videót néztem róla már persze, többen kiemelték, hogy az a jó ezekbe, az ilyen fajtákból, cserélhető szíjas, tehát sok okos órával nem lehet cserélni a szíjat, ha akármi történik vele. Itt meg ugye simán cserélheted, mint egy átlagos óránál. Ez egy jó dolog áll már ilyenkor. Tehát az ilyen apró dolgokat is lehet pozitívnak venni egy-egy ilyen okos óránál. Tehát az oké, megveszem a Samsung S3 Gear-t, vagy mi a pöcsömet tök jó drágán, aztán hoppá, még egy szíjat se lehet cserélni, ha esetleg valami történik. Meg gondolom, a szíja nincsen garancia. Na, akkor ezt letesszük. Nézzük, mit kapunk hozzá. Egy csavarhúzó, kis mini csavarokkal. Természetesen nem maradhat el az USB töltő, már annyira imádjuk ezt az USB töltőt, hogy meg se tudunk lenni nélküle. Igazából elmondom neked, hogy egyetlen egy USB töltőt használok ezekhez a sok cucchoz, amit mostanában unboxingoltam, mert az összes ilyen micro USB-s, tehát igazából egyetlen egy elég hozzá. Igazából azt ki se kell bontanom fölösleges. Na, van hozzá egy
szép, szép hosszú leírás természetesen. Na, azt mondja, hogy hát igen, ez kínai végig, de van a hátoldalán angol is. Attention, attention! Na nézzük meg, hogy milyen leírás van, health rate monitoring. Ja, hát egy elég korrekt leírás kapunk hozzá, tehát ugyanazt megkapjuk angolul is, mint ami a másik oldalán van. Tehát ez, el is olvastuk gyorsan. Na, de várjál, van még itt, mert nem amúgy hogy csak valami, hanem ez a töltője. Én azt hittem, hogy az órába kell bedugni a kábelt először, de azt nem. Hanem ez a töltője neki. Itt van, látjad? Ide dugod be az USB-t, és akkor így ráteszed az órát, vagy nem tudom, mágneses lehet, hogy mágneses, és akkor ez a töltője. Ha, ennyi. Más nincs benne. Ennyi. Más, mondjuk ennyi pénzért ne is várjunk mást, ugye? De inkább azért vettem meg ezt a fajtát, miatt még kérdeznétek, mert ebben 2 giga RAM van. Tehát nem 1 giga, mint a legtöbb okos órában, meg 512 mega, hanem ebben 2 giga RAM van, ami azért azt mondom, hogy mégis azért több, mint az 1. És lehet, hogy hasznos is lehet. Na, akkor igazából nem tudom, hogyan kell bekapcsolni, nem néztem. Azt mondja, back switch on off second. Tehát a kettessel kell elvileg bekapcsolni. Aha, töltés, nanoszim. Ja, tehát elvileg ezzel a gombbal kell bekapcsolni. Hát, ha van benne töltés. Na. Ja, igen, ez a Finov X5R amúgy, az a neve. Mert ugye a nevét nem is mondtam. Amúgy amulett kijelzős, tehát szép, tehát a fekete az itt tényleg fekete. Direkt akartam még ilyet, hogy tényleg jól nézzen ki, tehát ne valami, tényleg ne valami nagyon gagyi legyen. És rengeteg teszt van róla, azt mondják, hogy tényleg jó. Ennyiért. Tegyük hozzá, hogy ennyiért. Gondolom ez a betöltő képernyő lehet. Azám. Na, ennyi. 6 óra 4, hát nem talált, de már megy is. És tényleg szép a kijelző. Nekem tetszik. Akkor nézzük, hogy... Aha, és akkor itt már lehet is választani. Nézzük, hogy a fekete mennyire fekete. Most egy kicsit közelebb megnézem én is magam. Jó. Tényleg jól néz ki. Meg nekem mindenképpen olyan kellett, ahol be lehet állítani ezt a... Azt, hogy ha megmozdítod így a kezelet, akkor ugye bekapcsoljon. Nekem mindenképpen olyan kell, és ugye láttam, hogy van benne ilyen funkció. Jó, ez is jól néz ki, ezt is megnéztem már. Figyelj! Hát tök jó. Na, a 96%-on van. Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog bírni. Igazából én ezt az okosulat annyira nem fogom mindenféle ilyen nagyon okosságokra használni. Úgyhogy remélem nálam nem fog annyira merülni. Bár szerintem így is naponta kell majd tölteni. Na, akkor nézzük meg, hogy is kell ezt. Hogy is. Aha, tehát így kell húzni. Balra. Amúgy fólia van rajt, lehet azért, mert egy kicsit nehézkesen a dolog. Nézzük meg, hogy van-e rajt magyar nyelv egyáltalán. Hát erre kíváncsi lennék. Add settings, more settings. Language and input. Aha. Language. Na, kíváncsi ezek rá, hogy van-e. Van-e magyar. Nem, mintha annyira kellene. De van. Van, mert magyar nyelv, gyerekek. Ez meglepő. Ez a visszagomb amúgy. Na, meglepő, van benne magyar nyelv. Mi faj? Na hát nem minden van lefordítva most, ez ilyen, de mégis több, mint a semmi. Megjön egy fényerőszint. Aha, fényerő is van. Alvó mód, 15 másodperc. Aha. Interface style. Aha, lehet választani, hogy ilyen legyen, vagy olyan. Alapértelmezett óra. Jó, hogy melyik legyen az alapértelmezett óra. Legyen mondjuk ez. Aha, tehát a notification-re is jó. Hang.
Hangerő, hát én igen, na de minden, nézd, nézd meg, minden szépen be lehet állítani. Tényleg. Rezgés, ne bassz, hogy még rezgés is van benne. Ez mekkora flash. Tehát nem biztos, hogy társítani fogom ezt a telefonomhoz. Most itt nagyon kéne ez majd a izé rajt. A Bluetooth rajt szerintem nem fogom így használni. Akkumulátor. Aha, tehát így lehet így kiírni. Mennyi van hátra. Nyelvbiztonság, hívás beállít. Ja, igen, simkártyás, tehát lehet bele simkártyát tenni, és lehet telefonálni róla. Tehát nem csak egy ilyen sima Bluetooth-os valami. Üzenetek, egészség. Zene, van zene is. Aha, a zene lejátszó is van be. Tools. Na, tehát itt vannak az egyéb dolgok. Ébresztő, hangrögzítő, naptár, fájkezelő, letölt, barométer, ó, gyerekek, minden. Play áruház, minden, baszki. Hát igen, szép. Szép, szép, szép. Vannak ám ilyen shortcutok, tehát hogy merre húzom az órát, abra-balra nem mindegy, és akkor különböző izéket hívhatok elő. Különböző almenüket. Vele. Lehet, hogy ez csak kézen működik? Hm? Ez a funkció, vagy lehet, hogy be kell állítani rajta valahol. Na, ez se rossz óra. Eléggé gyorsan merül, már csak 90% az akkum, gyerekek. Jó, hát normálisan fel kell tölteni, gondolom. De minden is érdekes. Amúgy lehet hozzá letölteni rengeteg ilyen arculatot úgymond, tehát ilyen kijelzőt. Néztem róla a videó. Volt egy majdnem fél órás videó róla. Már a videókban nekem gördülékenyebbnek tűnik amúgy ez a... Tehát itt olyan nehézkesen. Itt lehet hozzá, de rámész és akkor nincs háza. Tehát ilyen wifi-re fel kell menni, persze, gondolom. Ja, azt mondom, hogy de van egy izé, amit elő szokott hívni. Olyan is van. Nem vissza úgy csinált. Vagy egy ilyen shortcut, vagy hogyan, ami... Aha, itt a aha, tehát föntről húzom, akkor notification jön. Aha, megvan. Aha, ez a kikapcsolás, meg az új rint, tehát még SOS gomb is van a gyerekek. Na hát ilyen maga az óra, akkor nézzük meg, hogy milyen a kezemen. Igazából az volt írva, hogy van hozzá fólia is, amit rá lehet tenni. Hát ez egy az nem valósult meg, mert én nem látok egy fóliát se. Na hát, hogy nem rossz ilyen. Azt gondolom be kell állítani ezt a dolgot rajta. Most alapértelmezetten gondolom ki van kapcsolva rajta ez a funkció. Hát ilyen. Nagyon régóta nem használtam órát külön. Amióta igazából van okos telefon, nem is volt ilyen órám. Semmiféle. Nem vagy okos óra. Ja, szóval ilyen. Jöde! Jöde emberek, bocsánat. Van hozzá fólia. Van hozzá fólia. Bocsánat, van. És ezt fel is teszem majd rá természetesen, hogy egyáltalán ne karcolódjon. Nagyon könnyen rá tudom tenni. Tehát van hozzá fólia, bocsánat. Ja.
Ugye most, ha még lenne videó engedélyezve, ilyen 86%-on vagyunk már, azt amíg alig használtam, azért merül. Jó, azt gondolom nem volt rendesen feltöltve. Azért remélem ez nem ilyen durván fog merülni, mert ez eddig nagyon gyenge így, hogyha ez tényleg így merül általános használatban. És akkor még wifi-t meg még izét be se kapcsoltam. Milyen kicsi az egy billentyűzet, na ezt nyomkod, gyerekek. Már félre is nyomtam. Na most elvileg csatlakozva vagyok hozzá, és akkor nézzük meg, hogy most működik ez a plusz jel itt. Terhelés. Érdekes, hogy... na igen, és akkor itt vannak, és ezeket akkor lehet mozgatni, azt hiszem, föl vagy le, vagy balra, jobbra. Ja, így. És akkor le lehet őket tölteni. Még ez a piros, az nem lesz. Aha. Na, ilyen. Használatban. Na, én azt mondom, hogy eddig jó. Ugye most, ha lenne videó később is, hogy már ugye nem lesz többet, akkor el tudnék mondani, mit tudom, tapasztalatokat, hogy mégis mennyit bír ténylegesen az akkumulátor, meg ilyen olyan dolgokat, de hát mivel az utolsó videó, ami engedélyezve van Magyarországon, így sajnos így ez elmarad. Na. Szerintem így elsőre tök jó. Jó néz ki. Nem is nehéz, tetszik a kijelzője is, van rengeteg beállítás, sok mindent tud, úgyhogy ennyiért jó szerintem. Na, akkor ennyiért volna az utolsó videó Magyarországon. Hát remélem élveztétek a lehetőséget. Köszi a figyelmet, viszlát, örökre viszlát.